Sziasztok, Divatikon nézők! Itt vagyunk a dal első bulián, mellettem a slágergyáros dalszövegíró Johnny K. Palmer. Hello! Hello, hello! Három dal is benne van az első 30-ban. Melyik áll hozzád a legközelebb? Fú, a legközelebb? Hát így nehéz állást foglalni, mert hogyha bármelyikről azt mondom, hogy ez a kedvencem, a kettő másik megsértődik. Hát igazából minden hármat szeretem, mert minden három nagyon más zene stílusban. Mert a Cserpes Lauráé az ilyen szálós, a Hiené az ilyen bulizós, ilyen funky, és a Poyák Lilának a dala az ilyen tipikus rakoncai dal, ilyen nagy himnusz, szóval így nagyon más az a mind a három, és mindegyiket nagyon szeretem. Kíváncsi vagyok, hogy így hogy hány körbe fogunk tovább jutni, vagy hogy mi lesz a végeredmény. Hát izgalmas nagyon, szóval így nagyon, nagyon örülök, hogy három dallal is bekerülhettem. Tudom, hogy ezen is megsértődnek, de melyiket tartod a legesélyesebbnek? Nem tudom megmondani. A Bialex után nem lehet ezt megmondani. Most így komolyan, most így az ember lehet próbál így matekozni, hogy ilyen fajta dal kell, vagy olyan fajta dal kell. De hát tavaly olyan nagy meglepetés volt ez mindenki számára, és azóta így, nem tudom, így úgy érzem, hogy kicsit így szabadabb lett az egész, vagy több minden lehetséges most. Azután, hogy egy Bialex ennyire nagy sikerrel tudott járni, és örülök neki, és tök jó, mert ettől így színesebb lesz a paletta, úgyhogy nagyon izgalmas marad. És mi van az egyéni karriereddel? Itt a Breakaway után most kicsit megállt, miért nem indultál? Hát az igazság, hogy annyi munka van, hogy alig tudom saját magamat utolérni, úgyhogy igazából én nem unatkozok közben. De most is az Eurovízióra mennyi, vagy 12 dalszövegbe benne voltam, és abból három bekerült, de nagyon sok meló volt, szóval így konkrétan az egész novembert, egész decembert így végig, majdnem minden nap stúdió, meg feléneklés, meg korepetálás, meg szóval annyi munka van, hogy egyelőre most nekem ez így bőven elég, hogy ezt túlélem. Sajnos saját magadra nem jutott idő, amit nagyon-nagyon sajnálunk. Remélem, hogy azért jövőre most már azért nem 2014-ben, 2015-ben, mert te is benne leszel az első 30-ban. Hát majd meglátjuk. Ki tudja. Hogyha van úgy idő, meg úgy alakul, meg sikerül egy jó dalt írni, akkor legyen úgy. Hát én ezzel búcsúznék tőled, hogy sok sikert kívánok a dalszövegíráshoz is, és a saját karrieredhez is. Köszönöm szépen! Én köszönöm!